figyelmet, és ezt is talán a jegyzőkönyv kedvéért az Alkotmányügyi Bizottságon elhangzott, mert kérdésként tettük fel, amit itt már olvashattunk az ajánlásban is, hogy ha a kormányzati gépjárműveknek a parkolásáról beszélünk, akkor az egyéb állami szervekhez, vagy akár az országgyűlési képviselőkhöz köthető gépjárműveket hol tudják megoldani. Itt arra azt a választ kaptuk, hogy hát az országgyűlési képviselő is tulajdonképpen kormányzat részét képezi, ez egy kicsit furcsaság, és hát ezt akár Novák előtt képviselőtársamnak, és akkor jelezhetem, hogy akkor tulajdonképpen ő is kormányon van. Tehát ez egy vicces jogértelmezés volt szerintem a Fidesz részéről, Fidesz-KDNP többség részéről. Azt kérem, hogy, mert gondolom, hogy ez csak valamiféle félreértés lehet itt a megfogalmazásban, hogy ezt vagy hát helyre kellett volna tenni, nyilván a módosítóknak a befogadása az már valószínűleg nem fog megtörténni, de a jövőben gondoljanak arra, hogy ez a kiváló mélygarázs az ne csak a kormányzati gépjárművek elhelyezését, hanem egyéb állami funkciókhoz csatlakozó elhelyezéseket is megoldjon. Ezzel együtt és a végére érve, ezeket a javaslatokat szeretnénk, hogyha jövőben figyelembe vennénk, illetve venni a kormányzat, és azt szeretnénk, hogyha a jövőben azért emellett valamiféle költségbecslést és valamiféle kivitelezési tervet is láthatnánk. Én elmondtam az általános vitában is, hogy azt nem tudjuk elfogadni, hogy semmiféle terv nincs arra, hogy a kormányzat, a végrehajtó hatalom hova fog költözni, hogyha nincs, akkor én nagyon csalódnék, hogy Orbán Viktor az előterjesztésből értesülne arról, hogy pakolnia kellene. Hát nem hiszem, hogy ez lenne a Fideszen belüli metódus. Ennél sokkal, ahogy látjuk, keményebben és kötöttebben működik itt a frakció munkája is. Azt azért elvárnánk, hogy ezekről a tervekről, bár tudom, hogy ez most már falra hány borsó, de valamiféle tájékoztatást kapjunk a jövőben. De, és akkor zárszóként ezt is tehetném, hogy ha már annyit elérünk, hogy Károly Mihály szobra elkerül innen, és a szoborparkban kerül méltó elhelyezésre, akkor már nem ültünk itt hiába, és ezt az előterjesztésre készített el a Fidesz-KDNP hiába. Reméljük, hogy ez lesz az az út, amit járni fogunk, és ehhez kérünk sok erőt, kitartást és bármiféle segítséget ehhez megadunk, hogyha önöknek egy kis radikális támogatásra lenne szüksége. Köszönöm szépen! Ferenci Gábor képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az ajánlás negyedik pontjához szeretnék hozzászólni. Novák Előd és dr. Staudt Gábor képviselőtársai módosító javaslata alapján a határozati javaslat rendelkezne Károly Mihály szobrának eltávolításáról. Tisztelt ház, Károly Mihály egy gazember volt a nemesség szemében. Megbocsáthatatlan bűnt követett el a hazája és az osztálya ellen. Családja ki is tagadta. Nagy része volt Magyarország szétdarabolásában. Nagyon szomorú, hogy egy ilyen embernek szobrot állítottak a parlament szomszédságában, de még szomorúbb az, hogy ez a szobor még ma is ott állhat. Gróf Nyári János, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete elnökének szavai ezek. Károly Mihály személye körüli eltérő nézeteket, hamis információkat jól példázza, hogy bár Károly Mihályt saját családja is kitagadta, mégis Fóton úgy avatták fel Károly Mihály emléktábláját a Károly család kastélyán, hogy erről az ott lakó gróf Károly Lászlót és egyáltalán a Károly családot meg sem kérdezték. Tisztelt ház! Károly Mihály 1918. október 31-én lett Magyarország miniszterelnöke. November 13-án megkötötte François Despery francia tábornokkal a belgrádi katonai konvenciót, melynek következtében demarkációs vonalat húztak Magyarország területén belül. Ezzel Károly Mihály lehetővé tette az antant csapatok számára az ország szétrablását. Károly meg sem kísérelte az ország megvédését. Honvédelmi minisztere, a szintén hazaáruló Linder Béla szétzavarta a magyar honvédséget, azzal a felkiáltással, hogy nem akarok többé katonát látni. A székely hadosztály szinte sírva könyörgött Erdély védelméért, a honvédő harc folytatásának lehetőségéért, azt azonban megtiltották nekik.
Tették mindezt úgy, hogy a magyar katonák mindenhol az ország határokon kívül álltak, és képesek lettek volna megvédeni az országot a betolakodóktól. Károlyi hazaáruló tevékenysége éppen ezért történelmi szerepet játszott a trianoni tragédiában. 1918. november 16-án lett Magyarország köztársasági elnöke, melynek során semmit sem tett a szélső baloldal előretörése ellen, sőt, 1919. március 21-én lemondott és átadta a hatalmat a magyarországi galicianer kommunista söpredéknek, ezzel romlásba döntve az egész országot. Tisztelt képviselőtársaim! Azon nem csodálkozom, ha az MSZP védelme alá veszi a Vörös Bárót. A múlt heti általános vitában többek között Burány Sándor MSZP-s képviselő úr vette védelmébe Károlyi Mihályt, és rajta keresztül magát a tanács köztársaságot is. De a jegyzőkönyv kedvéért azért álljanak itt azoknak a népbiztosoknak a nevei, akik a tanácsköztársaság 133 napja alatt a magyarság megtöréséért, a magyar emberek meghurcolásáért, a kivégzésekért, a vörös terror levezényléséért voltak a felelősök. Kun, Kón, Béla, Ágoston, Augenstein, Péter, Pogány, Schwarz, József, Szántós, Reiber, Béla, Samueli, Sámuel, Tibor, Landler, Jenő, Vágó, Weiss, Béla, Varga, Weissfeld, Jenő, Székely, Weissit, Béla, Lukács, Lövinger, György, Rákosi, Rót, Mátyás, Böhm, Vilmos, Hevesi, Hónik, Gyula, Erdély, Érlich, Mór, Illés, Braun, Artúr, Kalmár, Kón, Henrik, Preisz, Mór, Vince, Weinberger, Sándor, Lengyel, Gornstein, Gyula, Kunfi, Kunstetter, Zsigmond. És személyes érintettség miatt hagy egyezzem meg azt is, hogy miután a tanácsköztársaság győzött, és a vörös terror az egész országot rettegésben tartotta, illetve a Lenin fiúk járták a településeket, a dédnagyapám testvére, Ferenci Lajos is áldozatul esett a vörös terror, illetve a Lenin fiúknak. Rajta kívül hadd említsem meg, hogy 1919. május 7-én Baják Istvánt, Bőnyi Gyulát, Krasovszki Bélát és Somogyi Jánost is kivégezték. Fontos hozzátennem még azt is, hogy bár az elcsalt rendszerváltás után valamennyi akkori parlamenti pártba beépültek a kommunisták, mégis az MSZP az egyetlen parlamenti párt, aki sohasem határolott el elődjeitől, illetve sohasem határolott el a kommunizmustól. Kíváncsian várom viszont a Fidesz véleményét is a módosító javaslat kapcsán, mert amennyiben önök a mostani helyén hagyják Károlyi Mihály szobrát, abban az esetben önök sem határolódnak el a trianoni gyalázat előidézéséért és a tanácsköztársaság hatalomra jutásáért egyértelműen felelős Károlyi Mihálytól. Kérem tehát a tisztelt kormánypárti képviselő társaimat, amennyiben Károlyi Mihályt nem tekintik szellemi elődjüknek, és a szovjet hatalom magyarországi pusztításával sem tudnak azonosulni, akkor szavazzanak majd lelkiismeretük szerint a Jobbik módosító javaslatairól. Köszönöm szépen. Gaudi Nagy Tamás, 2 perces. Köszönöm a szót, elnök úr. Károlyi Mihály szobrával kapcsolatosan oltatlanul felidéződik bennem az az élmény, amikor védőként jártam el azon két fiatalember védelmében, akik példát mutatva a szoborral kapcsolatos társadalmi érzületet kifejezve, hát bizony nem átallottak festékkel leönteni ezt a szobrot 2004-ben, és akkori időszak rendőrsége ugye nekik rontott, és eljárás alá vonta őket rongálás miatt, aztán bíróság elé állította őket, és akkor a védőbeszédben azt mondtam, és most is azt mondom, hogy nem az ő cselekményük volt társamra veszélyes, hanem ennek a szobornak az ott léte ezen a köztéren, a Kossuth
térhez ilyen közel, lényegében a Kossuth téren. 5. kerületi önkormányzat területén levő szoborról van szó, egy hazárolónak a szobráról, Rogán Antal polgármester úr területéről, ahol ő nem csak a szabadságtéri szovjet emlékvel kapcsolatban vállalta egyébként kampánya során, hogy ezt az emlékművet eltávolítja, hanem a Károly Mihály szobrával kapcsolatban is úgy tudom, ilyen vállalást tett. Ezt nagyon sokan és nagyon határozottan követelték, követelik folyamatosan, hogy ezt az állapotot meg kell szüntetni. Ugyanis ez a nemzet méltóságát, önbecsülését kirívó módon sérti, hogyha ilyen emberek számára ilyen kiemelt helyen biztosít elhelyezési lehetőséget az ország. Ez jelzésértékű, és ugyanúgy a nemzet megalázottságát, letaposottságát jelképezi, mint a szabadságról elnevezett téren a szovjet emlékmű, az obeliszk, amelynek megrongálása miatt még nem régiben is jogerősen ítéltek el hazafiakat, akiket ezért egyébként kitüntetés illetne, és ugye nem régiben gyűjtötték össze közadakozásból Budázy György részére azt a büntetésnek az ellentételezését, amelyet rá és társaira kiszabtak ezen cselekedetük miatt. Tehát járjunk el felelősen, és Károly Mihály szobrát tüntessük el a Kossuth téről. Köszönöm. Ferenczi Gábor képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg, hogy egy idézetet felolvassak önöknek. Tormai Cecil, magyar írónő, akit Nobel-díjra is jelöltek, és úgy gondolom, hogy szándékoltan felettetik el a nevét, írta a következőket. Magyarország életének legtragikusabb órájában, midőn szükség lett volna a nagy elődök minden hitére, hazaszeretetére, bölcsességére, bátorságára és ékes szólására, egy politikai szövetkezet cinizmusa ezt a démoni dilettánst taszította ki a világtörténelem színpadjára. Szereplésével kiszámíthatatlan kárt okozott az országnak, és oly mérhetetlen gyalázatot hozott a nemzetre, amit a vér és a könnyek óceánja tudna lemosni. Véleményünk szerint Károly Mihálynak ugyanott a helye, ahol az SZDSZ-nek, az MSZP-nek és minden magyar gyűlölő posztkommunista és vadliberális pártnak a történelem szemétdombján. A Jobbik sem a Kossuth téren, sem annak környékén, sem a magyarok fővárosában, sem pedig egy szabad és független Magyarországon nem lát szívesen egyetlen egy Károly Mihály szobrot sem. Köszönöm szépen. Németh Zsolt képviselő, Jobbik 2 perces. Köszönöm a szót. Én bevallom, optimista vagyok, hogy talán eltűnik végre a Károly szobor. Miért? Lehet, hogy naív, de miért alapozom ezt erre? Hiszen azon kívül, hogy most Staudt Gábor és Novák előtt képviselőtársam beterjesztette ezt a módosító javaslatot, ezt megelőzte egy határozati javaslat is Hegedűs Tamás képviselőtársamtól, és én is ekkor beadtam egy határozati javaslatot a Pécsi Károly eltávolítására. Dr. Sándorról van szó, nagyon sokszor elhangzott már a falak között, aki, mint tudjuk, a Pécsi Szocialista Párt tagjaként azért küzdött, hogy Pécset Szerbiához csatolják. Miután határozati javaslatom itt megbukott, szerencsére a média visszhangnak köszönhetően a pécsi városi közgyűlés ezt már nem tudta fiókban tartani, így idén egy pár héttel ezelőtt Dr. Sándor szobra, kommunista hazaáruló szobra eltűnt a pécsi közterekről, sikerült lebontani egy mini Károlyt, Pécset, és ezért remélem, hogy folytatja, ugye is egy fideszes beterjesztés volt ez Pécset egyébként, és remélem folytatja a kormányzó párt vagy a kormány ezt a mentalitást, és eltűnik végre ez Károly is Budapest teréről. Köszönöm szépen. Novák előtt képviselő, 2 perces. Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban csak 2 percben kértem szót, bár 15 percet is beszélhetnék a házszabály szerint, hiszen ahogy olvasom az ülés elfogadott napirendjében, a napirendi javaslatban szereplő előterjesztések részletes vitájának felszorolási időkerete... Az 7x2 perc pontosan, főleg hatályra térünk. Hogy? 7x2 perc hatályra térünk. Nem értem, amit mond. Felolvasnám, pontosítanám azt, hogy előbb megvonta tőlem ugye 6 perc után a szót. A napirendben benne van, hogy egy szakaszos részletes. Ügyrendi kérdésben tetszett jelentkezni, vagy a napirendi kérdésben? Normál kérdésben mondom, hogy miért csak 2 percben kérek szót. Megértem, hogy kellemetlen, hogy megvonta 6 perc után, holott 15 percet beszéltem volna. Ne féljen, nem fogok most annyit beszélni, akármilyen kellemetlen is ön számára, csak 2 hivatkozást szeretnék még azért, aki esetleg nyomon követi a felszorolásunkat megtenni, ami azt gondolom, hogy méltó ebben a 2 témában, hiszen sokat tudnánk még erről beszélni, sokat beszéltünk az általános vitában is, azonban a szabadság tér esetében azt gondolom, hogy mindenképp méltó és illő, hogy hangozzon el, hogy Zétényi Zsolt
írta meg erről a legátfogóbb tanulmányt, a Massi kiadó könyveként, füzeteként meg is jelent a Milyen emlékmű álljon a szabadság téren című esszéje, ami igenis kimutatta, hogy akár egyoldalú kezdeményezéssel, csak a magyar fél kezdeményezésére, kétoldalú megállapodás híján is el lehetne távolítani a szovjet emlékművet. A Károlyi szoborral kapcsolatban pedig volt már a Jobbiknak tavaly júniusban egy határozati javaslata, erre szeretném fölhívni a figyelmet, és ennek az indokolására, ami az Országgyűlés internetes honlapján megtalálható, Hegedűs Tamás és Hegedűs Lóránté képviselőtársainknak a javaslata. Bár a házszabály szerint 30 napon belül kellett volna tárgysorozatba vételéről dönteni, több mint negyed évet váratott magára ez a kényes ügy, míg végül az El Simon László vezette kulturális bizottság persze leszavazta ezt a javaslatot, most azonban itt lesz a történelmi lehetőség jövő héten, hogy a plenáris ülésen mégiscsak hitet tegyenek a rendszerváltás mellett. Köszönöm figyelmüket! Azt javaslatom egyébként, sőt kérésem, hogy az ügyrendi bizottsághoz forduljon azzal a típusú megjegyzéssel, hogy akkor 15 vagy 6 perc járt volna, mert pontosan tudja, hogy nem a levezető elnökkel ezen vitatkozzon, úgyhogy ezzel kár az időt fordítsuk, és nem nekünk kell ezen vitatkozni. Egyébként gondolom főtitkárhelyettes úr, hogy a ügyrendi bizottsága tartozik egy ilyen típusú kérdés. Egy ragyogó vitát lehet lefolytatni, én nem vagyok tagja az ügyrendi bizottságnak, ezért aztán felülem akár augusztusban is összeifatják ezért a bizottsági ülést. Most megyünk tovább, én tényleg nem tudok mit csinálni a napi rendi pont ajánlásnak megfelelően, illetve a elfogadott, a házszabály szerint tudom csak levezetni az ülést. No, hát nem látok több bejelentkezőt, El Simon László képviselő urat vitát lezártam, és megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Igen. Hány percem van, elnök úr? Hát önnek ilyenkor nincs korlát. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Köszönettel vettem képviselőtársaim módosító indítványait és felszólalásait, szeretnék néhány pontra érdemben reagálni. Képviselőtársaim többször is felvetették, hogy mind az LMP, mind a Jobbik részéről, hogy a gyülekezési jogot veszélyben látják a Kossuth téren. Szeretném képviselőtársaimat arról tájékoztatni, hogy a gyülekezési jog jelen pillanatban nem gyakorolható a Kossuth téren. A parkoló miatt, a szocializmus időszakában odahelyezett térelzáró, vagy a szocializmus időszak után odahelyezett térelzáró fazsámolyok, virágtartó zsámolyok miatt, és még egy sor dolog miatt. Képviselő úr, hogyha megengedi, akkor most én beszélek. Képviselő úr, megengedi, hogy mondjam a mondani valómat. Elnök úr, köszönöm szépen. Tekintsen rám, és én figyelek, és akkor be tudja fejezni köszönöm a mondani. Szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném képviselőtársaim figyelmét fölhívni az előttünk fekvőt határozati javaslat indoklására, amelyben a következő olvasható. Az Országház előtérről szolgáló Kossuth Lajos tér maga is visel közjogú funkciókat, a magyar állam főtere, illetve a gyülekezési jog állampolgári gyakorlásának kiemelt szintere, és osztozik az Országgyűlés épületének turisztikai szerepében. A jelen tanúsága szerint azonban e funkció keveredésből fakadó elvárásoknak jelen állapotában sem a tér, sem az Országház nem képes 21. századnak megfelelő színvonalon eleget tenni. Tehát, hogy akkor kifejtsem egy kicsit jobban, ez azt jelenti az indoklás szerint, hogy a jelen állapotában a tér nem alkalmas arra, hogy ott a Kossuth szobor környékétől eltekint, vagy akkor Novák képviselő úrnak is igaza legyen, megfelelő módon gyakorolhassák a választópolgárok a gyülekezési jogaikat. Ez a határozati javaslat természetesen nem zárja ki azt, hogy a tér rekonstrukciója esetén a jövőben ne gyakorolhassák az állampolgárok az állampolgári jogaikat. A Kossuth tér köztér, közterület, úgy annak átalakítása, rekonstrukciója, a parkoló felszámolása, a fa dézsáknak az elvitele után is, sőt, azután különösen alkalmas lesz arra, hogy a gyülekezési jogaikat az állampolgárok gyakorolhassák. A parkolással kapcsolatban elhangzott vitát én álvitának tartom. Szerintem a határozati javaslat egyértelműen rendelkezik arról, hogy az állam által működtetendő mélygarázs szeretnénk létrehozni, amely természetesen az országgyűlési képviselők számára is parkolási lehetőséget biztosítana. A Károlyi szoborral kapcsolatban szeretném képviselőtársaimnak elmondani, hogy szerintem az előterjesztés egyértelmű. Azt mondja az előterjesztést, hogy idézem szó szerint,
Az 1900, bocsánat, kicsit följebb lapozok. Tehát ennek érdekében az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy végezze el mindazokat a jogszabály előkészítési, egyeztetési, jogalkotási és igazgatási feladatokat, amelyek eredményeként, és az E pont következik, az 1956-as tragikus sortűz áldozati emlékének megörökítése és a térre jelenleg álló képzőművészeti alkotások méltó elhelyezése mellett visszaállítható a tér képzőművészeti arculatának 1944 előtti állapota. Itt van a kezemben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemlékvédelmi Tudományos Intézetének 2007-ben publikált Budapest Kossuth tér című dolgozata, amelynek alcíme Történeti áttekintés és műemlékvédelmi szempontok a térrehabilitációjához. Ebben az igen részletes és alapos dolgozatban fényképekkel, térképekkel, helyszínrajzokkal illusztrálható az 1944 előtti állapot. Én azon az állapoton Károly Mihály szobrát nem látom. Én nem látom, képviselő úr. Tehát én nem hiszem, hogy ilyen módosító indítványokra lenne szükség, mert egyébként egy sor más probléma is van, amelyet kezelni kell Károly Mihály szobrán kívül. Károly Mihály életművének a megítélése az rendkívül ellentmondásos. Én a magyar történelem negatív figurái közé sorolom, de minden esetre a határozat, hát most tetszik Schiffer képviselőnek, vagy nem tetszik, én a negatív figurák közé sorolom. Bízom, köszönöm szépen, hogy kis figyelmet biztosítok. Bátorítás volt csak a részemről, hogy ne koncentráljon a bekiabálásokra. Igen, próbálok, csak már késő van, és én is fáradt vagyok. Tehát az én megítélésem szerint, tudom, Novák képviselő úr, hát a bizottságülések is rendszeresen ezt csinálják. Tehát viselkedni a parlamentben nagyon nehéz. Én megértem, hogy önnek ez most is nehezére esik. Tehát megítélésem szerint ezeknek a módosítványoknak az elfogadására nincsen szükség, hiszen egyértelmű a határozati javaslat a jelenlegi formájában, és természetesen a kordonokkal kapcsolatban ugyanezt tudom elmondani, az 1944 előtti állapotban, amikor rehabilitálni akarunk, nem voltak kordonok a Kossuth téren. A szándékaink szerint nem is lesznek kordonok a Kossuth téren. Novák képviselő úréknak a javaslatát a szabadságtérrel kapcsolatban ugyan érteni vélem, és természetesen azokkal az érzelmi szempontokkal, amelyeket felvetett, részben egyet is értek, és részben azonosulni is tudok, de szeretném megjegyezni képviselőtársaimnak, hogy ez a jelen indítvány a Kossuth tér rendezéséről szól, és nem a szabadságtér rendezéséről. Javaslom képviselő úrnak, hogy ilyen tárgyú határozati javaslatot terjesszenek be, és akkor meg kell vitatni, meg kell nézni a nemzetközi egyezményeket, és utána térjünk rá vissza, hogy érdemben hogyan lehet erről, vagy mit lehet ennek érdekében tenni. Amit még szeretnék elmondani zárásul, hogy néhány dolgot pontosítsunk, Ferenczi Gábor képviselő úrnak szeretném mondani, hogyha már itt feltétlenül szükségét érezte annak, hogy a tanácsköztársaság népbiztosait a eredeti nevükön is felsorolja, akkor kérem szíveskedjék annak utána nézni, hogy Rákosi Mátyásnak az eredeti neve nem Rót Mátyás volt, hanem Rosenfeld Mátyás. Csak azért, hogy a történelmi ismeretét kiegészítsük, 1904-ben vette fel a Rákosi nevet a Rosenfeld helyett az édesapja, akkor 12 éves volt Rákosi Mátyás, és ő az apja nevét vette át. Tehát én tudom, hogy ez egy ilyen közkeletű történelmi tévedés, amelynek alapvetően a német rót szó az eredete, amely aztán utána az antiszemita irodalomban általánossá vált, de ezért a jegyzőkönyv kedvére, hogyha már olyan fontosnak tartotta felsorolni a neveket, akkor én pontosítok, tehát Rákosi Mátyás eredeti neve, születéskori neve, amelyen anyakönyvezték 1892-ben, az Rosenfeld volt. Ugyanígy szeretném Novák képviselő úrnak is fölhívni a figyelmét arra, hogy ugye nagyon fontos és mindig nagyon jó módosító indítványokat nyújt be, de azért, ha már mindig olyan büszke arra, hogy az Anyanyelv Ápolók Szövetségének a tagja és az anyanyelv védelme olyan fontos számára, szíveskedjék már a terpeszkedő kifejezésektől eltekinteni az előterjesztéseimben, amelyek rendszeresen hemzsegnek a szövegeiben. Tehát idézem képviselő urat, az Országház északi végénél levő Károlyi szobor mielőbb eltávolításra kerülhet, ilyen fordulat a magyar nyelvben nincsen. Tehát a Károlyi szobrot mielőbb eltávolíthatják, és a többi sorolhatnánk tovább. Magyarul így nem fogalmazunk, hogy eltávolításra kerülhet.
Hát képviselőtársaimat még egy sor történelmi, tévedésére hívhatnám fel a figyelmet, amit ma előadtak, de nem hiszem, hogy majd versben megírom képviselő úrnak, nem hiszem, hogy érdemes erre kitérnünk. Én minden esetre arra kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a határozati javaslatot szíveskedjenek támogatni, mert lehetőségünk nyílik arra, hogy a Kossuth tért végre az 1944 előtti állapotban rekonstruáljuk. Lehetőségünk nyílik arra, hogy méltó helyet biztosítsunk a gyülekezés jogaikkal élni akarókkal, és hogy a 21. század kihívásainak megfelelő turisztikai látványosságot is adjunk a Kossuth téren, és hogy azok az emlékművek kapjanak itt helyet, amelyek idevalóak és amelyek méltóak arra, hogy a magyar nemzet emlékezetében hosszú évszázadokra a jeles személyiségek emlékét ápoljuk és megőrizzük. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Köszönjük szépen, elnök úr! Igen, megtaláltam. A benyújtott módosítói javaslatokról következő ülésünkön döntünk. Ez van a lap aljára írva. Tisztelt Országgyűlés, így aztán tovább léphetünk a következő napirendi pontra, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára. Törvényjavaslatot TPER 3499-es számon, a bizottsági ajánlás pedig TPER 3499/25-ös számon megkapták, megismerhették. Indítványozom, hogy a részletes vitában a benyújtott módosítói javaslatokat két szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Göndör István jegyző urat felkérem, hogy ismertesse az egyes vitaszakaszokat. Az elnöki javaslat a következő. Az első vitaszakaszban a törvényjavaslat általános szabályai, értelmező rendelkezései és a törvény hatályát érintő rendelkezések, valamint a katasztrófa védelemben hatáskörrel rendelkező szervezetekre vonatkozó rendelkezések találhatók az ajánlás 1-től 14-ig terjedő pontok szerint. Az összefüggésekre figyelemmel ebben a vitaszakaszban tárgyaljuk a 29., 30., továbbá a 16., 23., 31., 34., valamint a 22. és 24-es pontokat is. A második vitaszakaszban pedig a katasztrófa veszély és a veszélyhelyzet szabályai, valamint a költségekre vonatkozó rendelkezések és az árurendelkezések találhatók az ajánlás 15-től 35-ig terjedő pontok alapján, az előző vitaszakaszban már tárgyalt pontok kivételével. Tájékoztatom Önöket, hogy az ajánlás 19. és 21. pontjaiban lévő javaslatokat előterjesztője visszavonta, így ezekre a részletes vita nem nyílik meg. Tisztelt Országgyűlés, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Ne kérjem, képviselő úr, látható többség, így aztán ez szerint megyünk tovább. Felszólalási időkeret vitaszakaszonként 6 perc, hogyha valakinek ezzel ellentétes javaslata van, az az ügyrendi bizottsággal tárgyalja majd meg. Megnyitom tehát a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-től 14-ig, tovább a 29-30, 16-23, 31-34, 22-24 pontjaira, és megadom a szót rögtön 2 percessel Korondi Miklós képviselőnek, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Én azért nyomtam 2 percest, mert 2 percben el tudom mondani a 3 ajánlással kapcsolatos véleményemet és álláspontomat. Az ajánlás 2-es, 3-as és 6-os pontjával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 3 módosító indítványt adtam be ehhez a katasztrófa védelmi törvényjavaslathoz. 2-ös és a 3-as ajánlási pontok ugyanarról szólnak a javaslatomban, amit az általános vitában is már kifejtettem, hogy véleményem szerint sokkal jobb kezekben lenne a honvédség kezében, alkalmasabb lenne a feladat ellátás véleményünk szerint a katasztrófa védelmen területének, hisz eszközeinél fogva és mindenféle szervezettségénél fogva véleményünk szerint a honvédség kezelésében kellene lenni ennek a feladatnak. Épp ezért a szervezeti fölállást, és inkább a honvédség